Sziasztok, ez az Android Mobilos, a nevemen Szilveszter, és a mai videóban arról szeretnék nektek beszélni, hogy a Honor V6 néven meg fog jelenni tablet, amit a Huawei fog bemutatni. Ez a készülék, ami tudni fog, egy 10,4 hüvelykes kijelző, ami 2K-s, a felbontása 2000x1200 pixel, kellemesen erős HiSilicon Kirin 985 rendszer chippel fog érkezni. A CPU Mali G77-es, illetve 6 GB RAM-mal és 128 GB a belső memóriával, 5 G-s antennával lesz ellátva a készülék, illetve egy Magic Pencil névre hallgató tollal is el lesz látva, ami lépcsős nyomásérzékelést támogat a kijelzőn. A hátlapi kamera egy teljesen egyszerű 13 megapixeles f1.8-as kamera lesz benne, illetve az előlapi videóhívásokhoz használható 8 megapixeles f2-es rekeszértékű. A színek, amiben meg fog jelenni ez a készülék, fehér, zöld és fekete fog lenni. Az akkumulátor 7250 mAh, 22,5 wattos gyors töltést támogat a készülék, USB Type-C porton keresztül, lehet majd venni hozzá billentyűzetet is kiegészítőként, aminek az árat még nem lehet tudni, illetve Android 10-re épülő Magic UI 3.1-es fog jönni a készüléken, illetve Google szolgáltatások nélkül jön a készülék, de el lesz látva HMS támogatása és AppGallery alkalmazásporttal. Az ára és a pontos megjelenés dátuma még nem ismert, de már erről lehet regisztrálni vasárlásra Kínába, ahol akit érdekel, a jövő hónapban lehet majd megtudni az értékesítés pontos dátumát. A mai videóban erről szerettem volna nektek beszélni. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtjetek el feliratkozni a csatornára, illetve ne felejtjetek el lájkolni a videót, és hozzátok meg ismerősötökkel, ők is láthassák. Én Szilveszter voltam, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!